Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Felütésként kezdjük egy Somlyó György idézettel, akárhogy volt és lesz akármi. Nem lehet meg nem találni azt, mi megtaláltatott, akármi lett, és úgy, ahogy. Vendégem pedig egy fantasztikus, varázslatos ifjú hölgy, Kitty Bichtújtá. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Mert hogy kezemben tartom ezt a kötetet, kedves nézőink, a Paletta Kulturális Iradóban és a magazinban is beszámoltunk már róla, a Varázsecset és az Elvarázsolt Festmények címmel jelent meg Kitty az első köteted, ami forgatókönyvnek készült, filmforgatókönyvnek, de erről majd később ejtünk szót. Most azonban ismerkedjünk meg veled. Én azt gondolom, hogy aki a Mekong folyó, a Vörös folyó országából érkezik, a mindenségből, ha úgy tetszik, és egy kicsit otthona lett a mi velencei tavunk, legalábbis édesanyádnak, hiszen ott él, az elmondhatja, hogy nagy utat járt be. Azt hiszem, hogy eljöttél otthonról haza, három esztendősen mindösszesen, az egy csoda dolog. Ez egy olyan, mint a mese, és ráadásul igaz, tehát varázslatos történet. Három esztendős korod óta élsz velünk. Jóban, rosszban, de inkább jóban, ugye? Igen, jóban. Három éves volt, amikor Magyarországra jöttem. Pesten nőttem fel, de a szüleim most már 8 éve állandó agárdi lakosok, így nekem Székesfehérvár, ez a Fehér megye egyik szívem tücske, ezért nagyon örültem, mikor ezt a felajánlást, vagy ezt a meghívást megkaptam tőled, hogy eljöhetek ide beszélgetni, így olyan, mint a kicsit haza is jöttem volna. Mi pedig nyilvánvaló családtagként kezelünk, annál is inkább, mert hogy ízig-vérig magyar vagy, ha úgy tetszik, méghozzá úgy, hogy otthonod egy kicsit Franciaország, tehát Párizs, otthon vagy az angol száz nyelvi környezetben, de Hollywoodban nem különben. Van egy kicsi Olaszország is, ami nagyon fontos, erről majd szót ejtünk, de jártál Bécsben, a Königstrasse sem újdonság neked, úgyhogy kezdjük talán azzal, hogy a hivatásválasztás egy nagyon fontos dolog. Viszont a szépséged megvan ahhoz, hogy nyilvánvaló, hogy a divatvilág egy pillanatra bekebelezett. Hála Istennek mondom én, független attól, hogy a Miss Vietnam Europe helyezés az jó helyre került, mondom én, de akkor viszont elveszítettünk volna egy nagyszerű tollforgatót, egy írót, illetve egy olyan valakit, aki a filmekben is rövidesen majd sikert sikerre halmoz, remélem én. Kezdjük egy kicsit a modellkarrierrel. 16 éves voltam, amikor elkezdtem modellkedni. Akkor Magyarországon nem volt még túl sok exotikus személyiségek, mint legyen ázsiai vagy afrikai, közel-keleti. Így sokkal könnyebb volt nekem így a szakmában, így, hogy mondják, beilleszkednem. De nem az volt az álmom soha, hogy én ezen a pályán maradjak. Elkezdtem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet bölcsészkaron, és ott megismerkedtem így a kicsit a filmművészettel, egy kicsit a médiával, az írással, és így lassan elkezdtem felépíteni azt, hogy igazából mit szeretnék az életemben. A Véletlen sorozatában adódóan eljutottam Angliába. Igen, tehát Bournemouth Egyetemre, igen, és ott felvettek a filmművészeti szakon a forgatókönyvírásra. És ott találtam meg így igazából az álmomat, hogy én mindig is ezt szerettem volna. Persze voltak így mellékvágányok, meg mellékutak, de az a 2 év, amit kint töltöttem, az úgy igazából megvilágosított, hogy mi is az én igazi utam. Igen, hiszen előtte azért itt a Parlament TV-nél és a TV2-nél is belekóstoltál a tévézésbe, de ez valami más. Tehát kicsit ahhoz hasonlítom, hogy milyen az eleve elrendelés, hogy elindul valaki egy úton, és akkor vannak elágazásai, és a jó utat választja. Most már azt gondolom, hogy egyáltalán nem bánod. Nem, de igazából mindaz, amit eddig tapasztaltam és átmentem az életem során, ez mind építő jelleggel épült bele így az életemben, és így sokkal szélesebb lett a látóköröm. Tudom, hogy mik a lehetőségek ebben a területen, ezekben a szakmákban, így könnyebb volt így a sok tudás, így összegömböíteni egy
egy konkrét dologra, mint például az írása. Mert tudjuk, hogy a filmezés, vagy a tévézés, az is hozzá kapcsolódik az íráshoz. Valószínűleg egy tévéműsort is valakinek meg kellett írni, mondjuk a háttérben a szerkesztőknek, vagy egy filmet, amit látunk a mozikban, vagy a tévében, az is egy író megírta, hogy az a nézők elé tudják majd prezentálni egyszer, mikor megfilmesítik. Tehát ez bizonyos értelemben eleve elrendelés volt számodra. Hogy kerültél a filmmel olyan értelemben közvetlen kapcsolatban, hogy elhatároztad nyilvánvalóan a filmforgatókönyv írás után, a tanulmányaid után, hogy ez a te utad, hiszen Hollywood számtalan nagy filmben szerepelt. Én Nemes Gyulával kezdhetjük ugyan, de utána én már itt fölírtam persze a Vörös Veréb, a Szárnyas Fejvadász, a Válaszcsapás, a Vér és Tűsarok, tehát remek amerikai filmek lányproducere voltál. Csak a Vér és Tűsaroknak voltam a lány producere, a többi produkcióban, mint rendezőasszisztensként dolgoztam, főképpen színészekkel foglalkozom, azon belül, mert elég nagy ez a szakma, és elég sok pozíció van. Én konkrétan főképpen a színészeknek az életét, kicsit segítem őket a forgatás alatt, hogy ők is át tudjanak hangolódniuk a szerepükben, és ez mind nagyon fontos tapasztalatok, mert amikor megírtam a könyvet, akkor ott is karaktereket, szerepeket, szereplőket kellett felépítenem, és így sokkal könnyebb felépíteni azt, amikor te is tapasztalsz dolgokat a munkás során, hogy megismersz különböző színészeket, látod, hogy egyik szerepről a másikra hogyan élik át, hogyan adják elő azt a karaktert, amit egy író megvalósít, vagy megáll álmodott a könyve, vagy a papíron. És ez itt mind ahhoz vezetett, hogy én is az én szereplőim sokkal valósülbé meg tudjam majd formálni egyszer. Ez nagyon törékeny egy kapcsolat ilyenkor, az elején legalábbis, tehát bizonyítania kell napról napra egy fiatalnak. Hogyan sikerült ezt átvészelned, ha úgy tetszik, az első időszakot? Hát tudjuk, hogy minden szakma nehéz az eleje, bármi legyen a zenei parttól kezdve, az írás, legyen csak az, hogy jogász, vagy ügyvéd, vagy orvosnak készül az ember. Az első 3 éve azt mondom, hogy küzdelmes volt, ha így fogalmazhatnék. Én sem kaptam nagyon sok munkát. Nagyon, nem volt elég kapcsolati tőkém, nem ismertek, nem tudták, milyen a munkám, így nem nagyon bíztak még meg bennem. Nehéz volt ez a 3 év, de amit így én mondhatnék minden fiatalnak, hogy sose adjátok fel, próbáljátok törekedni rá, hogy tovább kell lépni, ha egyszer elesel, akkor föl kell állni, mert minden elesés után tanul az ember valamit. Eljutottam 3 év után ahhoz, hogy megismertek a szakmában az emberek is most már, az elmúlt 3 évben meg nem annyi felkérésem van, hogy már nem tudom elvállalni fizikailag sem. Tehát Amerika, Párizs, tehát a francia vonal él. Igen, mert a párom olasz-francia, így ő is a filmiparban dolgozik. Sokat élek vele kint, sokat vagyok Párizsban vele, mert hogy ő többet dolgozik, mint én. Én most, hogy főképpen az írással foglalkozom, igazából bárhol tudok ilyenni, csak egy számítógép kell hozzá, és sok ihlet. Így próbálok én igazodni az ő, hogy mondják, munkarendszeréhez. Ugye ejtettünk arról szót, hogy a Varázsacset filmforgatókönyvnek született tulajdonképpen a diplomamunkád. Ki bátorított, hogy ezt regényíted, hogy formáld meg úgy, hogy ez olvasmányos legyen, egy ifjúsági fantazi, bár annál sokkal, de sokkal több, mert én igenis ajánlom minden korosztálynak. Tehát ki volt az, aki bátorított, segített ebben? Nagyon sok nevet kéne most itt felsorolnom. Az első név az a angliai tanárom volt, aki az ő vezetésével alakult ki ennek az egész történetnek a menete. Ő segített ebbe a diplomamunkában, hogy épüljenek fel a karakterek, a történet hogy épüljön fel, keretes történet legyen, vagy milyen műfajt szeretnék én választani. Amikor befejeztem a diplomamunkát, és lediplomáztam Angliába, hazajöttem Magyarországra, és az volt a nagy álom, hogy majd egyszer talán meg fogják filmesíteni ezt a történetet. Itt nagyon sok kollégával beszélgettem, nagyon sok emberrel próbáltam kialakítani kapcsolati rendszert, és
mindenki arra jutott, hogy mint kezdő író, kezdő filmesnek nagyon nehéz az, hogy megvalósítsa így rögtön egy ilyen nagyszabású történetnek a megfilmesítését. Így mondhatom azt, hogy az írótársaim, mint például Szélesi Sándor, Köblin Norbert, Vancsó Éva, aki egyébként a kreatív szerkesztője is volt ennek a könyvnek, ők is bátorítottak arra, hogy mi lenne, megírnám ez regényben. És ha esetleg a regény sikeres lesz, és nagyon sok közönséghez eljut, akkor már könnyebb lesz a megfilmesítési lehetőségek. Most megnyílnak több kapuk, ami erre tud. Tehát az ideje korán kigyerült, hogy jól írsz. Ez így volt egyébként régről? Ezt hoztad magaddal, ha úgy tetszik, otthonról, vagy és folyamatosan gyakoroltad és fejlődtél? Nem egészen. Írás mindig hobbi szinten tartottam. Régen nagyon sok verset írtam, különböző kis novellákat, ilyen pár oldalas novellákat. Mindig az, ami éppen eszembe jutott, azt leírtam. Nagyon sokat inspirált a bátyám, aki nagyon sok verset írt az életében, közel 100 verset. Azt kell tudni róla, hogy ő egy mozgássérült fiú, így született nyitott gerinccel, és neki is a világlátása egészen más. Ő is egy ilyen fantázia világba menekül, igazából a hőse ennek az egész történetnek, és ez egy nagyon szép dolog, mert ha magunkban belül érzük, hogy mi hősök lehetünk, vagy főszereplőek lehetünk a saját életünkben, az erőt ad az életben is, hogy tovább menjünk és tovább haladjunk. És ő inspirált nagyon sokat az írásban. Még annyit kell tudni, hogy apukám, ő katona volt, most már nyugdíjas, és neki is a hobbija egyébként az írás volt. Szóval valahogy így családban maradt ez a dolog, de ők is szinte hobbi szinten csinálták ezt az írást, szóval ők sem publikáltak még soha verses kötetet. Csodálatos, édesanyját pedig gyámkodik fölöttetek. Igen, ahogy szokott írtok, lenni. Ahogy ezt kell csinálni egy jó édesanyának. Nos, megérkeztünk akkor Varázsecsethez. Ugye 2018 Budapest, Ben most költözött fővárosba, családjával, ráadásul New Yorkból természetesen, nem érzi otthonosan magát, és az egyik osztálytársa Maja. Majáról később, hiszen ő nagyon hasonlít rád, mint tudjuk. Jobb kedvre deríteni próbálja, aztán egy iskolai kirándulás, egy festmény és egy hihetetlen, izgalmas, csodálatos kalandsor láncolata. Rubinváros, Kristályváros, Szellemvilág, Himalája, Budapest. Varázslatos az a történet. Filmért kiárt, de erről szintén később. Honnét jött a gondolat, hogy ezt az ívet megad nekünk? Hiszen ugye nem árulok el titkot, mert már elmondtam számtalanszor a nézőinknek is, ugye az 1896-os, tehát a mi csodálatos évünk, a millennium évében fejeződik be a történet tulajdonképpen. Rubinváros. Amikor elkezdtem kiválasztani a témakört, én mindenképpen szerettem volna így az fiatalabb a korosztálynak írni, gyerekek, vagy hát hogy mondják, fiatalabb, ifjabbak korosztályának, mert én magam is a szívem mélyén még egy nagy gyerek vagyok, én is nagyon szeretem ezeket a fantázia meséket, filmeket, vagy mesefilmeket nézni. Nagyon sok ebben a műfajban nagyon sok olyan tanító jellegű dolgok vannak, ami a gyerekeknek nagyon fontos, hogy ők is tudják ezt a mai világunkat valahogy kooperálni, vagy összehangolni, és egy másfajta világszemlélettel őket elindítani majd a nagybetűs életbe. Én kiskorom óta festek, szintén hobbi szinten, és azt gondoltam magamban, hát miért nem tudom összekapcsolni a festészetet is valahogy ebbe a történetbe, és akkor így jött ki az a gondolat, hogy mi lenne, ha festmények lennének a központi szerepben. Igen, de amikor így kitaláltam ezt a dolgot, de a festményeket mit tudtok így kezdeni. Aztán elkezdtem kutogatni az interneten, a könyvtárban, különböző festmények után, és amikor megtaláltam Székely Bertalannak ez az Egri nő képét, így rögtön beleszerettem, és egy egész történet alakult ki így a fejemben, hogy mi minden lehet ebbe a festmény mögött, vagy mi minden lehet a festmény mögött. És akkor így kijött az, hogy mi lenne a festményeken bent történne ez az utazás, ez a kaland a gyerekeknek. Én mikor ezt így elhatároztam, akkor elkezdtem több festmény még keresni. Az első festmény az adott volt a Székely Bertalan festménye,
Aztán később találtam az interneten egy kortárs művész, a Kornénak ezt a Budapest, alternatív Budapest látkép, amin léghajó Budapest egy nagy szakadék tetején, olyan, mint a Grand Canyon, a vízes, vagy a víz, a Duna itt lent, a nem tudom hány száz méter mélyen ott csobog, és így kijött az, hogy én Budapesten kezdődjön a valós részben, és akkor mi lenne Budapesten végződne, és akkor meg is volt az utolsó kép ehhez. Tehát keretbe zártad a történetet, és nagyszerű karaktereket alkottál. Én azt gondolom, hogy a Rubinváros, a Kristályváros történetei, a Rubinváros gyermekeivel együtt az egy önmagában a csoda, de ha a szellemvilágot látogatjuk, akkor ez tanít is, hiszen velünk ott van nekünk Szókratész, Kleopátra, Newton, tulajdonképpen mindenki, és ha valaki figyelő, ha gondolkodik közben, már pedig én azt tartom, hogy szerintem olvasás között igenis kell gondolkodni, főleg egy ilyen kötetben, akkor ez tanít. Ez tudatos volt részedről? Hát persze, de azért tőled szeretném hallani. Amikor a szellemvilághoz jutottunk, akkor azért nehéz volt a döntés, hogy a sok remek történelem során ismert művészek, tudósok és nagy embereket közül kit választjak, és én nagyon szeretem az egyiptomi kultúrát, így arra gondoltam, Kleopátra mégis egy olyan nő volt, egy erős személyiség, egy vezető személyiség, aki nem csak a szépségével, de a erős kitartásával és azért szíveket hódított, tudjuk a történelem során. Így megvolt már Kleopátra szerepe, aki majd bent fogja majd tesztelni, mert ő itt a bennek a bátorságát, a tudatát teszteli, hogy mi az, amit ő dönt, hát a döntésének a következményére akart rávezetni az embert, hogy minden döntésnek következményt hoz magával legyen. Semmi, nincs az a jó meg rossz döntés, de minden döntés vezet valamilyen út felé. És a te életedben mi az a jó döntés, ami másokra is hat, és másokra is pozitívan hat. Aztán jött a következő, akkor a Maja, aki tudjuk, hogy egy jó tanuló, egy okoska kislány, aki mindig szeretne mélyebben tudni mindenről. De több annál, mert egy kicsit hasonlít rád. Igen, hasonlít rám, mert én is kiskoromban olyan típusú gyerek voltam, aki sose elégedett meg avval, amit az iskolában tanultunk, hanem volt egy olyan témakör, amit nagyon szerettem volna még többet megtudni, akkor rögtön rohantam a könyvtárba, mentem föl az internetre, és akkor elolvastam 2-3 könyvet az adott témáról. Ez arra sarkalja a gyerekeket, hogy az iskola mindent meg kell, hogy tanítson, de ha így belegondolunk, a 12 év nem elég arra, hogy a világtudását a gyerekek magukba szippantják, de ez arra jó egy kezdőlökésnek, hogy a gyerekek megtanulják, vagy megtalálják önmagukat, hogy mi az a kis téma, vagy az a témakör, vagy az a út, amerre szeretnének menni. Igen, a felelősség. Látod, most akkor visszatértünk, amit az imént mondtál, a Sartre-féle egzisztencializmusról, a döntés felelősségére. Dönthetsz így, vagy úgy, de dönteni köteles. Tehát a Maja karakterén túl. Még egy kicsit foglalkozzunk Majával, hiszen számomra ugye a Ben személyiségfejlődése tetten érhető, de ez nagyban köszönhető Majának. Igen, Maja, ő egy félig kínai, félig angol kislány, aki szintén Magyarországra jött a nemzetközi iskolába tanulni. Ő az a tipikus nem csendes kislány, aki mindig szeretne másokon segíteni, és látja, hogy ő is átélte azt, mint új diákként, milyen nehéz beilleszkedni egy idegen országba, egy más kultúrába, egy más környezetbe, és nekem is azt mondható, hogy én is egy más kultúrába jöttem. Mondjuk én 3 éves voltam, amikor ide költöztem Magyarországra, de nekem is elejétől meg kell tanulnom ennek a országnak, a nemzetnek a sajátosságát, a jellemvonásait, és ő már, hogy ezen túl volt, ezért látta azt, hogy Ben mennyire nehezen tudja beilleszkedni ebbe a társadalomba, így ő mindenképpen ez hivatásának talált, hogy ő neki segítenie kell a Bennen. Sokszor úgy segít a Bennek, hogy
nem mondja konkrétan, hogy hogyan kéne segíteni, hanem sokszor rávezeti, hogy a band maga döntse el, hogy mi is a jó és a rossz. Szóval én is ezt tartom jónak, mikor a gyerekek között vagyok, hogy tudom, hogy segíteni kell nekik, mert nekik még nincs akkora tudás táruk, hogy ők tudják, hogy melyik is a jó és melyik a rossz, de ha vezetjük a kezüket és rámutattunk arra, hogy mi is lehet a jó példa, de hagyjuk őket, hogy ők maguk jöjjenek rá, akkor ők megérik egy sikerélményként, és a sikerélményként élik meg, akkor még több, jobban hajtja őket az, hogy tovább haladjanak ezen az úton. Igen, hát igaz gyönyörre találtunk, ugye, hogy Kuprin Sulamitja mondta. Igen. Hogy Salamon király mondta Sulamitnak, az egyiptomi pásztorlánykának, hogy úgy találtalak meg, mint a gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, míg végül a tengerfenekéről felhozom azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. Kicsit hosszadalmas volt, de ez hasonlít hozzá, és ráadásul illeszkedik is. No, ennek a kötetnek viszont van egy utóélete, mint minden könyvnek. Országjáró körútra indultatok. Igen, az országjáró körútunk októberben kezdődött, és pont múlt héten lett vége. Voltunk Debrecen, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szeged és két budapesti helyszínen, és jövő héten mi megyünk még Százhalombattára, de ott főképpen már csak egy nagy gyerekcsoportnak fogunk előadás vagy közönségtalálkozó beszélgetést szervezni. Nagyon sokan jöttek el ezekre a rendezvényekre, relatívan sokan, mert még nem ismernek, így nagyon nehéz így azt mondani, hogy most hirdetik azt, hogy a könyvesboltba el lehet jönni erre a közönségtalálkozóra, de legalább nem egy ember jött, hanem minimum egy 10-15 ember eljött. És tudjuk, hogy amikor eljönnek az emberek, és látják, hallják, hogy miről is szól ez a könyv, hogy ennek van mélyebb tartalmú üzenete, így úgy is tudjuk azt, hogy szájhagyomány útján terjed a legjobb hírek, és reméljük, hogy még több közönséghez eljut majd később. És hol tart most ez a történet? Mármint ugye beszélgettünk mi idefelé jövet, hogy egyik oldalról siker, és egyre több fogy. Ezt örömmel hallottam. Igen, egyre több eladás van ebből a könyvből. Természetesen most én nem csodákat várok, de ha már így eléljük azt az első nyomdai mennyiséget, amit a kiadó már kiadott a különböző disztribútoroknak, az már egy nagy sikerélmény, főképpen úgy, hogy most karácsonyi szezon van, és ilyenkor az emberek szeretnek ajándékozni, főképpen a gyerekeknek vagy barátaiknak könyveket. Újra itt a szép karácsony, élünk Dion friss kalácson, és természetesen itt ez a könyv, ami filmért kiállt. Én ezt már elmondtam számtalanszor, de hát ugye annak készült, és az is kell. Kell egy remek rendező, kell hozzá Hollywood, mert azért ez nagy évű történet ahhoz, hogy magyar léptékkel megvalósulhasson. Kell egy Michael Hill, egy Zemeckis, így lesz ez. Hogy áll ez a történet? Hát ez még egy hosszú út, amíg eljutunk ahhoz, hogy megfilmesítési lehetőség legyen belőle. A következő lépés az, hogy nemzetközi kiadás. És van egy csapat, aki segít nekem is ebben, van egy menedzserem vagy ügynököm, aki így a nemzetközi kiadókkal tárgyal. Per pillanat vannak érdeklődés Franciaország felől, Tájvan, Vietnám, Oroszország és Szerbia felől. A cél az, hogy legalább minimum egy 5 országba ki tudjuk adni majd a következő 2 évben, és ha ez elindul az útjára, akkor már így megpróbálkozunk a filmstúdiókkal. Hát ez voltaképpen a világ, tehát azt mondjuk a szláv nyelvterület az óriási, az orosz piac nyilván, Távol-Kelet az adja magát, Magyarország a mi különleges nyelvünkön. Szerintem ez magyarul olvasható a legjobban, bár ezt nem tudjuk még ugye eldönteni. No, és milyen terveid vannak most? Gondolkoztam azon, hogy most így lemegy ez a karácsonyi szezon, ez a turnézás és a közönség találkozó, akkor jövőre végre lesz egy kis szuszonási időm, és akkor leülök egy következő
könyv ötlet megírására. Nem biztos, hogy rögtön ennek a könyvnek a második részével folytatnám. Vannak más forgatókönyveim a egyetemről megmaradtak, szintén gyerekeknek, de az inkább ilyen 5 és 9 év közötti gyerekeknek szóló könyvek. Azon gondolkoztam, lehet, hogy leülöm, megírom ezt a 3 ötletet, és elindítom azt is a könyvkiadás útjára, ha lesz olyan kiadó, aki ezt ebbe beleszeret. De van már ötlet ennek a könyvnek a folytatására, ami nem biztos, hogy a Maja és a Benne fog folytatódni, hanem lehet, hogy a Benne és a Majának a gyerekével vagy az unokáival fog így... Pazar gondolat. Nem biztos, hogy így lesz, de tudod jól, hogy azért az ötletek mindig így jönnek, és utána végén megírsz valamit, aztán teljesen átírod a végén még egyszer, aztán átírod újra még egyszer. Nos, hát ki te elvarázsoltál bennünket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És kedves nézőink, mielőtt elköszönnék Kittitől, azért mutatom, tehát jön a karácsony, keressék a könyvesboltokban. A Varázsecset és az Elvarázsolt festmények című kötet még kapható. Én pedig mit kívánjak karácsonyra? Hát boldogságot, hiszen vár a párod, gondolom, lelked jobbik fele, és hát a csodálatos édesanyádnak, édesapádnak is boldogságot karácsonyra, és hogy valósítsd meg az álmaidat, mint ahogy Ben és Maja is megvalósította az övéit, legalábbis az első kötetben mindenképpen. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, a Varázsecsetről beszélgettünk, vendégem Kitty Bichtújtá volt, és egy olyan írónővel, illetve kötettel ismerkedhettünk meg, ami azt hiszem, hogy kiváló ajándék mindenkinek. Úgyhogy olvassuk együtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok. Viszontlátásra!